A Bonyhádi Általános Iskolában Írország védőszentjével, Szent Patrikkal ismerkedtek a diákok. Írországban és az egykori brit birodalom számos más országában ma már karneváli hangulatot árasztó felvonulások a jellemzőek. Az iskolában is egésznapos kavalkád várt a diákokra. Az ír hagyomány 3 évvel ezelőtt kapott teret az oktatás intézmény életében. A pandémia alatt online oktatásban voltunk otthon, és valami érdekességet szerettem volna a gyerekeknek angol órára bevinni, és azt gondoltam, hogy valamit küldeni, és azt gondoltam, hogy akkor legyen valami hagyomány megmutatása, és egy kicsit a kultúrát is tudjam nekik megmutatni, ami az angol száz országokhoz kapcsolódik, és akkor így innen jött, hogy akkor március közepén ne csak a magyar ünnepet, hanem egy picit ezt az ír ünnepet is megmutassam. Szóval ez az online oktatás alatt jött így online formában, és tavaly volt egy kisebb ünnepség már, ami próbáltuk így a két nagy szünetben így feleleveníteni. Akkor talán egy kisebb szabású rendezvény volt ez, viszont az idei évben egy picit nagyobbra gondoltunk, és az előző szünetben már a 8-osoknak egy ilyen zöldbe öltöztető versenyével kezdtük ezt a programot. Nagyon vicces és jópofa kis versenynek sikeredett. Mindegyik osztályból egy-egy fiú felállt a dobogóra, és 2 lánynak kellett felöltöztetniük. Természetesen az nyert, aki a legtöbb ruhadarabot 2 perc alatt fel tudta öltöztetni a fiúkra. A következő szünetben pedig a kicsiket várjuk majd itt az aulában. Egy nagyon szuper és mókás manótáncot szeretnénk nekik megmutatni és eltáncolni velük, illetve egy 3 levelű lóherekereső versenyre is majd szeretnénk meghívni őket. A másik kolléganő már itt dugdossa a lapocskákat, és majd ezeket kell megtalálniuk és minél többet begyűjteniük. Természetesen csokiért. A nebulók az angol órák keretében is találkoznak a Krisztus előtt 4. század végén Britanniában született Patrik legendájával. Így mindenképpen az angol órákon azért emellett bevisszük a feladatnak, és felelevenítjük ezt az egész hagyományt, hiszen azért nem mindenki tud erről, sőt, talán senki, de érdekes feladatok formájában szeretnénk megmutatni nekik, hogy ne csak itt a játék során ismerkedjenek meg vele. Én azt láttam most az előző szünetben, hogy ezt nagyon élvezték, nagyon szurkoltak a 8-osoknak, és természetesen a kicsik szerintem imádják ezt a mozgást, amikor nem kell ülni, az mindig nagyon, nagyon jó, és nagyon segít, talán még a könnyebben is megtanulják és elsajátítják ezeket a dolgokat. Úgyhogy én azt látom, hogy amikor bármilyen plusz dolog van az iskolában, bármilyen program, akkor ez mindig tetszik a gyerekeknek. Kicsit így a mókuskeréből ők is kiszakadnak, és nem csak a tanulás van előtérben. A tavalyi év kisebb szabású rendezvénye után idén egy tartalmasabb programmal készültek mind az alsó, mind a felső tagozatos diákok számára. A nap színe a lóheréhez igazodva a zöld, ezért arra kértek mindenkit, hogy viseljenek ezen a napon valamit, ami ilyen színű. A szent életéhez egy csoda is fűződik, amit a diákok is megjegyeztek. Az Írországból előzte régen a nyergás kígyókat. A felső tagozatos diákoknak zöldbe öltöztető versennyel, míg az alsósoknak a manótánc mellett kreatív feladattal is készültek a szervezők. Egy pázlit kellett kirakni, ami egy Szent Patrikról ábrázoló valamit ábrázolt. Hogy tetszik nektek ez a nap? Tetszik. Nekem nagyon! Nekem is! Az ír legendák közé tartoznak az ír koboldok is, akik az erdőkben élnek és igyekeznek az emberek elől elbújni. A koboldok őrzik az ősi kincset, amit fazekakban, üstökben rejtegetnek. Ha pedig követjük a szivárványt és a tövében rájuk találunk, akkor szerencsések vagyunk, mert aranyat adnak nekünk. Ezért is rejtették a kirakók ezeket a figurákat, a manótánc alkalmával pedig. Ugrálni kellett hozzá. Kellett táncolni most, és kellett ilyen borítékot honakadtunk húzni, kirakózni, és most lenni. Mit tudtok Szent Patrikról? Hát annyit, hogy Írországból származik ez az ünnep, és hogy arról igazából, hogy mindenféle játékon részt vegyünk, és hogy zöldbe öltözzünk be. A Bonyhádi Általános Iskola programján megismerkedhettek a diákok Szent Patrik kultuszával.